egy lámpát legyetek kedvesek, majd arra mutatok. Szia, Pati! Szia, Miki! Szeretettel köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, rokonokat, ismerősöket, és titeket, gyerekek, ez a közepélyes alkalomkor. Ez idézettel kezdeném az érzáró is, azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igazat tartanak, a szépért, a jóért, amit tehetünk. Azért jöttünk össze ilyen sokan, hogy utoljára ünnepelhessünk közösen az évzáró és a ballagási műsorunkat. Újra lezártunk egy évet, és ezzel az évzáró műsorunkkal az óvodáskor végét is lezárjuk egy gyermekünk kivételével, akinek tartottak tovább az óvodai éveit. Az évzáró műsorunkról annyit szeretnék mondani, hogy úgy állítok úgy össze a műsorokat. Figyelembe vettük az évszakok múlását, úgy válogattuk össze a hozzátartozó énekeket, tarosjátékokat, versenyeket. Most az egyéni szereplésre fektettük a hangsúlyt, ez egy igazi megméretetés a gyerekek számára, mert ilyen még nem volt, hogy ők önállóan kiállnak, és ilyen sok ember előtt egyénire szerepeljének. Hát az önálló versmondás már az igazi iskolára való érettségüket is fogja mutatni. Hallgassák a műsorunkat, szeretettel. Köszönjük, hogy köszönjük, csak a fajtja.
ajtára. Menjenek kedvesek! Yeah.
Yeah.
van egyszer, most ennek vége van. Yeah.
Azt hiszem, hogy ez a 4 év, amit együtt töltöttünk, egy hatalmas időszak a gyerekek életében, hiszen több mint a felét, amit eddig megéltek, azt velünk együtt örömökben és bánatokban, néha sírásokban és nevetésekben éltük mindennapjainkat. Nagyon nehéz ilyenkor beszélni, pedig már 3 évtizede űzöm ezt az ipart, de valahogy ezt nem lehet megszokni, hogy olyankor milyen szavakat használjon az ember. Én megköszönni szeretném azoknak a támogatását és a bizalmát azoknak a szülőknek, akik hittek bennünk és tudták, hogy jó úton vezetjük a gyerekeket, és egy hajóba evezve velünk egy irányt választottatok, és eljutottunk oda, hogy tiszta szívvel és őszinte lelkiismerettel indítjuk el útnak a gyerekeket az iskolába. Azt gondolom, hogy mindannyian azt a maximumot, amit az ő képességeik és lehetőségeik lehetővé tettek, azt megszerezték, és remélem, hogy minél zökkenőmentesebben indul az iskolai életük. Mi most elengedjük az ő kezüket, de ti fogjátok tovább, hiszen az első osztály és az első napok, az első hónapok nélkületek nem mennének sikerrel. A táskába való együtt bepakolás, az együtt tanulás, hogy ő pozitívan vagy negatívan éri meg az első napokat, ez rajtatok múlik. Segítsetek nekik sokat, bukdácsolni fognak, elesni fognak, elmarad egy-egy dolog, de ti legyetek ott mellettük, és biztosítsátok őket, mert igazából akkor lesz öröm nekik az iskola, és nem olyan undorral, mint valaha. Talán mi is indultunk neki a felső tagozatnak már, hiszen az eleje minden olyan szép, és utána valahogy elromlik a dolog. Ehhez kívánok nektek kitartást, sok türelmet, jó erőt, és hát legyen örömötök ez ebbe a gyerekekbe, mert nagyon lehet őket szeretni. Mindenkibe benne van az a gyémánt, amit érdemes tovább csiszolni, amit érdemes tovább szeretgetni. Oh,
eltelt a legelső nap, gyorsan futott el a hét. 4 év telte, 4-szer láttuk az óvoda ablakából, hogy zöld lombok integetnek, vagy száraz ág van a fán. Ha nem, közben úgy megnőttünk, hogy az ágyunk kicsi már, és a sarok helye, holnap zöld iskola padja vár. Drága öreg óvoda, milyen szép is vagy ma, virágruvá töltöttél be erre a nagy napra. Elbúcsúzom én most tőled, játszottam már eleget, sírtam is és kacagtam is, másnak adom helyemet. Thank you.
és Dajka néni. Eljött a búcsúzás pillanata, és fogadjátok szeretettel a gyerekeinktől ezt a kis verset, amiben beleadták a szívüket, lelküket, és titokban készült. Kedves Hova néni, el kell mostan válnunk, egy-két nap és már nem ide, iskolába járunk. És egy kicsit még álljatok meg. Hova néni, Dajka néni. Nekem jutott az a tisztesség, hogy a szülők nevében elbúcsúzok tőletek. Bocsássatok meg, hogyha elcsapjuk a hangot. De 4 évig járt ide a gyermekem, és most én nagyon kiválságos helyzetben vagyok, mert én szülőként is látlak titeket, és mint az kolléganőim is. Mind a két részről láttam, hogy az a mi csiszolatlan gyémántjainkat hogy kezdtétek el csiszolni. És ahogy a versben is volt, a versnek a vége, hogy aki szeretetet ad, a szeretetük is arat. Most fogadjátok szeretettel ezt a kis történetet, amiben minden benne van. Az... Neked is köszönöm szépen! Nem szeretném, hogy tudják, hogy a hét van, mert nem.